brutális mértékű határvédelmi kiadások további növelése helyett elrettentő hatású tűzparancsot adna a Mi Hazánk mozgalom, illetve a kerítésen átjutók visszakísérgetése helyett több milliós helyszíni bírsággal javasoljuk sújtani az illegális migránsokat, akik sokszor a zsebükben több ezer euróval jönnek, ami jellemzően az embercsempészeknél köt ki. Ezek bevezetésével olyan elrettentő híre lenne a magyar határvédelemnek, ami komoly összegek megspórolását jelenteni. Honvédjeinknek tehát nem csak önvédelmi célból, hanem a haza megvédése érdekében is fegyverhasználati jogot adnánk, hogy kellően elrettentő erővel lépjünk fel az erőszakos határsértőkkel szemben. Az első persze figyelmeztető lövés kellene legyen, de eljárt már az idő a betolakodók kikísérgetése, vagy éppen börtönben etetése felett. Naponta átlagosan 1000 határsértő jut át a déli határkerítésen, akik döntő részét bár utána feltartóztatják, de lényegében csak visszataxisztatják őket Szerbiába, hogy újra próbálkozhassanak büntetlenül. Ezt azonban a Mi Hazánk mozgalom szerint nem tűrhetjük tovább. Szintén elrettentő hatású lehetne az illegális migránsoknál talált pénz elkobzása több millió forintos bírság jogcímén, ami indokolt is, hiszen miattuk kell a magyar adófizetőknek sok pénzt költeniük a határ megvédésére. A migránsok zsebében gyakran több ezer euró lapul, az embercsempészet az egyik legjövedelmezőbb üzletággá vált. Hazánkban már minden tizedik fogvatartott embercsempészés miatt került börtönbe, ráadásul az arányuk nő. Az ő közpénzből való eltartásuk nem megoldás. Ezért kell az elrettentőbb hatású tűzparancs is az erőszakos határsértőkkel szemben, hiszen a tetten ért embercsempészek gyakran a honvédekre, rendőrökre kormányozzák a kocsijukat is. Elég volt ebből.